8:08, jó reggelt kívánok, folytatódik a Start, és ahogy ígértem, itt van a stúdióban az IDEA intézet igazgatója Böskei Balázs és a Mandiner főszerkesztője Balogh Ákos Gergely. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezdjük a legfrissebbel, itt a nol.hu-n jelent meg egy írás, ugye a ma reggeli miniszterelnöki interjúról. Azért idézek innen, mert nekem nem volt alkalmam hallgatni ezt az interjút ma reggel. Módosítani kell a benyújtott törvényjavaslatot, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. És azt is mondta, hogy nem vagyunk kommunisták, a néppel közösen kormányozunk, a távközlési adó technikai módosításáról folytatott vitát nem lehet észszerű mederben tartani, ezért ezt az adót nem lehet bevezetni. Itt az újságírók között, mert vannak olyanok, akik ezt egyértelműen úgy értelmezik, hogy akkor nem lesz internetadó, egy másik részt meg úgy látom, úgy értem, hogy lesz, csak másképp, mert hogy azt is mondja a miniszterelnök, hogy nemzeti konzultációt kezdeményez az internetadóról. Mi történik? Hogyha pontos az összefoglaló, én sem hallottam sajnos magát a rádióinterjút, akkor ez könnyen jelentheti azt, hogy nem lesz kiegészítve az eddigi távközlési adóról szóló törvény, ami ugye az SMS, illetve a hanghívásokat adóztatja egy olyan résszel, ami pedig az adatforgalomra vet neki külön adót. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy visszakozott a kormány? Ez egy sajátos politika gyakorlat lenne az elmúlt évekhez képest, hiszen nem nagyon jellemző az önkorrekció képessége a rendszerben. Voltak erre utaló jelek, hogy a tüntetés alapvetően megroppantott, ha nem is megroppantott, sőt túlzok, amikor a hallgatói hálózat tüntetésére megroppannást mondok, de kétségkívül mondjuk valamiféle hozott változást. Így van, korrekciót a rendszerben. Ez úgy látszik, hogy van egyfajta, működött egyfajta belátás arra vonatkozólag, hogy ez a tüntetés nem önmagában az internetadóról szól, hanem ennek a napirenden tartása, fenntartása, újabb tüntetések, ennek esetleg a tematikája, hogy kiegészítődik ez az egész tüntetés hullám valamiféle nagyobb rendszerkritikával vagy kormánykritikával, azt nem lehet aztán utána igazából mederbe tartani, mert olyan értelemben, hogy a politikai hangulat ne változna meg, vagy ne fordulná. Ennek a kezelése, ha jól értem, ez a miniszterelnöki mondatok. Megijedt Orbán Viktor? Hát biztos, hogy meglepődött szerintem, meg azért ez elég váratlan volt, meg az biztos, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet mondjuk egy ilyen megoldással ezt tényleg megoldani a kormány szempontjából. Hogyha mondjuk visszavonják ezt az elképzelést, de mondjuk három nagyon sima választási győzelem után egy ilyen helyzetbe lavírozni magát egy abszolút domináns politikai erőnek, ez ennek valószínűleg ott van a helye a legnagyobb politikai öngólok könyvében. Most elvileg november 17-én kerülne a parlament elé az internetadó. Azt, amit most Orbán Viktor mondott, azt akkor úgy kell értelmezni, hogy abból a tervezetből is már kikerül. És hát ugye ez nyilván azért is fontos, mert a tüntetők azt mondták, hogy ha máskor nem, akkor azon a napon folytatódik a tüntetés, amikor a parlament elé kerül a törvény szavazásra. Valóban értelmezhetjük ezt a mondatot így, hogy tulajdonképpen az internetadó néven elhíresült történet az nem kerül egy ilyen magasabb elmesélési fokra, nem kerül be a törvénybe. Bizonyos értelemben szó mellett a politikai racionalitás, hiszen nyilvánvalóan lesz tüntetés, hogy ha és amennyiben lenne internetadó és elfogadása kijön, akkor aznap lenne tüntetés. Lehet, hogy azt megelőzően is már valamiféle készülődés, ráhangolás lenne az utcán, ezért a tüntetés szervezőinek jobban kell látni, hogy van erre dinamika, van erre erő, van erre egyáltalán fogadókészség, mert az nem lehet, hogy mondjuk adott témában 4-szer, 5-szer, 6-szor tüntetek. Tehát kétségkívül már csak egy nagy bum van adott esetben egy ilyen tüntetés megelőzően. Azonban ennek hogy a kormány meghátrál, vagy korrekció, vagy éljük ez a kifejezésben, van annyi racionalitás, hogy ha megnézzük az első két tüntetésnek az egész hangulatát, milliójét, akkor kétség kívül egy olyan új generáció, egy olyan fiatalok jelentkeztek, akik adott esetben az internetadó ellenfogadása, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magamat, visszaszorulnak tulajdonképpen a szobába, visszamennek abba az apolitikus térbe, ahol egyébként eddig mozogtak, és ugyanúgy megtalálják a kis, hát hogy is mondom, szabadságnak a kis köreit, hogy ez eddig is megvolt. Tehát ebből a szempontból lehet pacifikálni ezt a tüntetést, és még elejét veszi annak a miniszterelnök, hogy mondjuk ezek a fiatalok elkezdenek foglalkozni olyan tematikákkal, amik egyébként hát nincsenek fönn az ő probléma térképükön. Ez kétségtelenül így van, viszont a másik oldalról is azért lennének nehézségei
annak, hogyha mondjuk megvalósul az internetadó, és akkor folytatódnak a tiltakozások, akkor kérdés, hogy nem lépne az egész a Millának az útjára. Tehát ugye a Millánál is az volt, hogy a sajtószabadságért való tiltakozás az még sok embert összehozott, viszont amikor a szervezők megpróbáltak egyéb ügyeket is, tehát emlékszem Gyöngyös Pata ügyében megszólaltak, akkor őket korábban támogató tömeg egy jelentős része azt mondta, hogy hé, nem erről volt szó. Tehát egy protestmozgalom aztán átfordítható-e valamiféle, és egyébként mi ezt szeretnénk, ami már nem tagadása valaminek, hanem a kívánása, az mindig erősen kérdéses. De az, ami most történt, ezt lehet úgy értelmezni, hogy akkor 17-én nem lesz tüntetés? Könnyen lehet úgy értelmezni. És könnyen lehet úgy értelmezni, hogy ez a győzelme ennek a mozgalomnak, vagy ennek az adhok tiltakozásnak, amivel kapcsolatban csak egy kiegészíteni az előzőhöz, hogy ugye az ellenzéki millióban, világban van egy nagy várakozás mindig egyfajta csodára, vagy új politikai szereplő, vagy új politikai entitásra. Annyiban szerintem nem hasonló a Millához ez a történet, hogy ez egy nagyon, nagyon hogy is mondjam, heterogén társaság, akik ott részt vesznek, a szervezők, tehát nem egy ilyen látható csoport által, látható, hogy mondom, civil elit által szervezett tüntetés, mint a Milla, mert ez egy nagyon szervezett volt, előkészített, egy idő után valóban látszott rajta, hogy mifelé tart. Ebben az esetben szerintem annyira heterogén a résztvevők köre, hogy nem lehet csak úgy becsatornázni egy ilyen nagyobb általános tömegmozgalomba, hiszen ahogy a hírekben is olvashattuk, adott esetben az egykori generációs Fidesz szavazótól egészen az apolitikusok mindenkiben van, és nem biztos, hogy minden politikai témára csak úgy mozdítható ez a generáció, aki mondom alapvetően inkább nem akar tudni a politikáról, mint sem tudni. Igen, az kérdés, hogy ez a két tüntetés már elég mondjuk egy nemzedéki élménynek. Tehát, hogy sokan voltak kint 10 évesek, vagy kora 20 évesek, hogy nekik lehet ez egy olyan politikai szocializációs élmény, mint másoknak 2002-ben a Fidesz millenárison tartott rendezvénye, vagy 2006-ban, amik ősszel történtek, ami már részben mondjuk a Fidesz, de nagyobb részt a Jobbik támogatóinak lehetett a fővárosban egy ilyen szocializációs élménye, vagy egy meghatározó pontja. Nem tudom, hogy könnyen el tudom képzelni egyébként, hogy már ez akkor is, hogyha nem valósul meg, ez a meg akartak adóztatni valamit, ami nekem nagyon fontos, és én kiálltam ez ellen. Ez a későbbiekben egy ilyen közös élményes hivatkozási pont lehet ennek a nemzedéknek. És itt kaptak egy lökést egyesek szerint ez a nemzedék, vagy ezek az emberek ahhoz, hogy foglalkozzanak politikával. Ebből akár az is következhetne, hogy ha most a kormány visszavonul az internet adóból, akkor esetleg kimehetnek az utcára azért, mert mondjuk 70 milliárddal kevesebbet szán a kormány család és szociális támogatása. Az is egy fontos dolog, nem? Igen, de éppen az, hogy kérdéses az átválthatósága ennek, és az átjárhatósága ezeknek a témáknak. Tehát, hogy ugyanez a valóban heterogén közönségnek mekkora része az, aki emiatt is szívesen rákapott a tiltakozás ízére, meg annak az örömére, hogyha ez eredményt ért el. Hát a szociális kassa kiadásai miatt szerintem kevésbé szexi, meg kevésbé jól összerakható trendi is kevésbé. Kitiltási botrány. Az imént itt volt Andrew Goodfriend, aki azt mondta, hogy az érintettekkel személyesen közölték azt, hogy nem mehetnek be az Egyesült Államokba, tehát az nem fordulhat elő, hogy aki rajta van, Isten, ez nem tudja, hogy rajta van. Ehhez képest ugye most már nem is tudom, mióta nem történik ebben az ügyben sem, ezt hogyan lehet értékelni, és vajon... Hát legalábbis a nyilvánosság számára nem történik. Tehát, hogy a kormány az akár megkérdezéssel, akár egyéb módszerekkel igyekszik-e ezt megtudni, vagy megtudta már, azt ugye nem tudhatjuk. Tehát a nyilvánosság nem tudja, hogy történt-e ebben az előrelépés. De érdekes egyébként, hogy ma reggel az Index írt, hogy az amerikai szabályozás alapján egyébként az Amerikának lenne lehetősége ezeknek a neveknek a nyilvánosságra hozatalára, hogy van egy olyan kitétel, hogy olyan esetben... Szóba került, hogy kivételt tehetne. Igen, hogy olyan esetben, hogyha Amerikában is üldözendő cselekményről van szó, és itt, hogyha igaz az értelmezés, hogy miért kerültek erre a listára ezek a nevek, akkor feltételezhetjük, hogy erről van szó, akkor az amerikai külügyminiszter igenis megnevezheti őket. Tehát, azt mondta André Gutfeld, hogy a nagy egyetértés jegyében történt ez az egész, mert hogy mindkét ország zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben.
Azt értem, hogy ebben nagy egyetértés van, de abban úgy látom, hogy nincsen teljesen egyetértés, hogy Magyarország azt mondja, hogy az Egyesült Államok nevezze meg ezeket a személyeket, hogy Magyarországon egyáltalán foglalkozni tudjanak ezzel a kérdéssel, míg az amerikai álláspont az, hogy ők ezt nem mondhatják el személyiségi jogokból, de ez alapján, amit az Index írt, és amire érdemben múlt hét után nem reagáltak az Index kérdésére az amerikai követségen, vagy követségtől, az alapján lenne rá lehetősége, hogyha akarná az Egyesült Államok. Az amerikai követségtől kérjük számon azt, hogy mondják meg ki ez a hat ember, de közben ugye most már tudjuk, hogy ez a hat ember tudja. Ha köztük vannak kormányzati tisztségviselők, nekik kötelességük jelenteni. Az is ügyelvárható lenne, hogy ők elmondják ezt. Az nem kérdés, hogy mi egyébként most az amerikaiaktól függetlenül miért nem tudhatjuk, hogy kikről van szó? De, az is kétségtelen kérdés. De mi nyilvánvalóan most már egyre kevésbé világos ebben az ügyben, hogy igaz, amit is akarunk a végére megtudni. A neveket akarjuk megtudni, valamiféle a nevekből utána valamilyen következtetéseket levonni, lépéseknek a megtételét várjuk. Ha és amennyiben érintve vannak, és ezek a nevek érintve vannak, kormánytagok, vagy azok a körök, akik nyilvánvalóan valamilyen megrendelés szálon, de együttműködnek a kormányzattal, akkor nyilvánvalóan a következménye valamiféle, ugye, hát, hogy is mondjam, hát személyi változtatások, valamiféle, hát az ismert kifejezés használják, elszámoltatás. Nyilvánvalóan ez a helyzet azért van ebben a patthelyzetben, mert tulajdonképpen ezeknek a következésnek a levonását és az ebből való cselekvések megtétele azért nem nagyon érdeke az ott esetben a magyar kormánynak, vagy a kormányzati félnek, és ez pedig ennek a katalizálását pedig az amerikai féltől nem várhatják el, és az amerikai félnek az óvatosság az mégiscsak arról is szól, hogy állandóan folyik ez az egész szuverenitás vita, állandóan folyik ez a hogyan szólnak be a külföldről, és egyáltalán a magyar politikában, vagy egyáltalán mennyire áll érdekében annak egy alapvetően egy Amerikai Egyesült Államoknak, hogy a határokon és a diplomáciai határokon túlmenően további feszültségeket kell gerjeszten. A labda alapvetően nyilvánvalóan a kormányzatnál van, túl azon a személyiségek ide vagy oda, de azt az állóháborút, ami most zajlik, az lényegében vannak szó, hogy azért, hogyha felmerül mondjuk a NAV elnök érintettsége, akkor azt a tüntetésen is láttuk, hogy az azért nem egy egyszerű ügy, és nem biztos, hogy csak a kormányzatra tartozik. Azt hogyan lehet megmagyarázni, hogy miután kiderült, hogy az érintettnek tudnia kell arról, hogy rajta van ezen a listán, vagy nincs, oda tartják elé a mikrofont, és nem mondja meg. Józan paraszt észre az ember azt gondolná, hogy ha nem volna érintett, és nem volna rajta ezen a listán, mindenképpen azt kéne mondania, hogy nem vagyok rajta. Ha nem mond semmit, akkor az azt jelenti, hogy rajta van. Hát ez legalábbis gyanús, ez kétségtelen. Tehát ugye itt egyrészt lehet szó az illető koronatizések személyes döntéséről, lehet, nem tudom, hogy van-e erre nézve valami belső kormányzati utasítás, hogy mit mondhatnak és mit nem mondhatnak, meg hogy van-e mondjuk jelentéstételi kötelezettségük, hogy igen, mi vagyunk az érintettek, tehát mondom, itt könnyen lehet, hogy elválik az, amit a nyilvánosság tud, és az, ami a háttérben a hivatali úton történik. Ugye a Kossuth Rádiót most nem tudjuk hallgatni, és az internetadóról beszélt Orbán Viktor, de arról nem látok itt hírt, hogy vajon a kitiltási botránnyal kapcsolatban mit mondott, vagy milyen kérdéseket kapott, majd megtudjuk később. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm.